Fehérvári beszélgetésekben. Ahogy azt már megszokhatták ebben a műsorban, napról napra, hétről hétre igyekszünk érdekes embereket, emberi sorsokat, vagy ismert embereket kevésbé ismert oldalukról bemutatni önöknek. Stúdiónk vendége Koszti András Velence polgármestere. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm, hogy itt lehetek. Itt az elmúlt hetekben Fehérvár televízióban már beszámoltunk arról, hogy az év polgármestere címet nyerte el. Én arra gondoltam, hogy ez lehetne a beszélgetésünk apropója. Mi szerepelt az indoklásban, illetve amikor megtudta, hogy ön lett az év polgármestere, akkor ezt hogyan értékelte? Hát az indoklásban az szerepelt, hogy egy szakmai és lakossági szavazatok alapján elért eredmény. És hát először nem is tudtam hova tenni, tehát hogy én magam ismerek jó néhány polgármestert, aki megítélésem szerint készebb polgármester, mint én, és lehet, hogy jobban megérdemelte volna. Talán a változás, amit elértünk Velencén a 2,5 év alatt, tehát talán annak köszönhető ez. És nyilván ez egy csapat eredménye, nem csak az enyém, nem szálltam el a díjtól. Hol adták át a díjat, és mikor? Ez volt a legszebb az egészben, hogy ezt múlt hét pénteken, vagy az előtti, inkább az előtti hét pénteken, Balatonfüreden és a Pogácsás Tibor államtitkár úr még mondta is, hogy mindenki úgy néz Füredre, hogy egy kicsit irigykedik, hogy milyen eredményeket értek el. És én meg pont azt mondtam a polgármester úrnak, a polgármester úrnak, hogy mi nem irigykedve nézünk, mi inkább mintaként nézünk rájuk. És van mit tanulnunk, és van hova fejlődnünk, gyakorlatilag nekünk is az a célunk, hogy amit ők elértek, hogy ők a Balatonnál a top helyszín, és mi is azt szeretnénk, hogy mi legyünk Velencén. És lehet 4 év szakon keresztül top helyszínnek lenni? Nem lehet, nem hiszek a 4 év szakban. Abban viszont hiszek, hogy a nyári szezont rendesen ki lehet bővíteni. Én azt hiszem, hogy ebbe az irányba járunk, ugyanis nem csak a kulturális rendezvények, és nem csak a strand az, ami Velencéről szól, hanem egy múlti sportközponttá válás. És én azt hiszem, hogy az aktív kikapcsolódás keresők már megtalálták, illetve akik még nem, azok hamarosan megtalálják majd ezt helyszínéül. És bízunk benne, hogy a hamarosan következő nagyon komoly versenysport eseményeknek köszönhetően a versenysportolók is meg fogják találni Velencét. Egy kicsit menjünk vissza, 2,5 évre tekintsünk vissza, amikor is eldöntötte, hogy polgármester lesz kvázi. Vállalkozó volt korábban. Mi irányította a polgármesterség irányába? Ugye én a velencei Fidesz elnöke voltam már korábban is, tehát 14 előtt is, és gyakorlatilag az volt a feladatom a választások előtt, hogy keressek egy megfelelő embert, aki a Fidesz színekbe egy komoly kihívója lehet a regnáló polgármesternek. Találtam is néhány ilyen embert, akik valaki azért nem vállalta el, mert a szakmáját kellett volna feladnia, hiszen orvosként nem tehette volna ezt tovább. Aztán van, aki azt mondta, hogy hát itt nem lehet sok pénzt keresni, ő pedig most sokat keres, és ezért nem vállalja. Illetve volt jó néhány olyan ember, aki önjelölt volt, akik mögé meg én nem tudtam beállni, és ezt jeleztem is a választókerületi elnökünknek, és ő azzal a kéréssel állt elő, amit már korábban egyébként a katolikus atya, illetve a református lelkész is megtett, illetve házi orvos, hogy mi lenne, ha én indulnék, hogy vállalnám-e ezt a megmérettetést. Azért ez egy nagyon nehéz feladat, hiszen az előző polgármester azért 5 cikluson keresztül ott volt, elég jól kiépítette a rendszerét, elég komoly támogatottsága volt, és hát láttam azt, hogy mi történt a 2010-es kihívóval, miután nem nyert, tehát volt ebbe kockázat bőven, de én szeretem a kihívásokat, és úgy voltam vele, hogy ha az emberek bíznak bennem, és csak is azzal a feltétellel vállaltam, ha a Fidesz egységesen mindenki mellém áll, illetve hogyha én választhatom ki a csapatomat és a stratégiánkat. És én azt hiszem, hogy erről utána sokáig beszéltek, hogy Velencén egy nagyon komoly kampánystratégia lett kidolgozva,
és egy nagyon komoly csapat ügyködött azon, hogy sikeresek legyünk, és végül is a végeredmény az minket igazolt, hiszen legyőztem a korábbi polgármestert, több szavazatot kaptam nála, illetve a csapatomból, a 8 emberből 6 bejutott a képviselőtestületbe. Én azt gondolom, hogy ez óriási siker. Igen, hiszen voltak is utána nagy sajtó visszhangja volt az egész történetek, elég szoros volt a küzdelem. Igen, egy rövid ideig volt is ez a szlogánem, hogy ugye nagyon sok ember be akart jutni hozzám, és akkor azt mondtam, hogy hát 30 szavazattal nyertem, úgyhogy 30 perce mindenkinek van, és ugye a környező településeken nem tudom, hogy hogy van, de nálunk minden héten van polgármesteri fogadóra, és a mai napig ez ki van használva, úgyhogy gyakorlatilag reggeltől délutánig fél óránként jönnek az emberek. Ahogy hirdettem, korábban nyitva áll az ajtóm, és ezt továbbra is fenn kívánom tartani. Tehát, hogy aki eljön és tudunk neki segíteni, annak segítünk. A közösséget már említette, a közösségépítés és egy ilyen fontos célkitűzése volt. Mennyire szoros összetartó közösség a velencei közösség, illetve hol tart most ez a közösségépítő munka? Igen, ugye hát 50-50% volt a választási eredmény, ugye az a 30 szavazat különbségen múlott az egész. Én azt gondoltam, és ma is azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogyha nem lenne ennyire megosztott a település, és ezen dolgozom, és én ma nem is aszerint mérem az embereket, hogy ki az, aki tőzsgyökeres velencei, vagy ki az, aki beköltözött, vagy ki az, aki katolikus, és ki az, aki református, ki az, aki fideszes, és ki az, aki MSZP-s, hanem sokkal inkább próbálom aszerint mérni az embereket, hogy ki az, aki tesz. Ezért a városért tesz, azért, hogy a közösség jobb legyen. Én azt gondolom, hogy helyben, akik figyelik az én munkámat, azok azt látják, hogy sokkal inkább vagyok lokálpatrióta, mint sem pártpolitikus. Természetesen azért a nézeteimet ezt nyíltan fölvállaltam korábban is, és fölvállalom most is, de azt látom, hogy nem mindig kell, hogy szempont legyen az, hogy most ki katolikus, vagy ki más vallású. Hogyha megnézzük a program naptárat Velence vonatkozásában, azért azt látjuk, hogy tele van mindenféle eseménnyel, kulturális rendezvényel, sporteseménnyel, közösségi programokkal, tehát mondhatjuk azt, hogy azért felpesdült ott az élet. Igen, így kigyekszünk kihasználni a környezet adta lehetőségeinket. Ez egy csodálatos helyszín, ahol mi élhetünk. Én mindig azt szoktam mondani a gyerekeimnek, hogy legyenek erre nagyon büszkék, hiszen mi egy olyan helyen lakhatunk, ahova mások nyaralni járnak, amire mások egész évben várnak, hogy mikor jön el az az egy hét vagy két hét, amikor lejönnek ide nyaralni. Ezt a környezetet nekünk védeni kell, óvni kell, erre büszkének kell lenni, és nyilván hát élni kell ezzel a lehetőséggel, hogy gyakorlatilag mások terveznek ilyen díszletet, ami nekünk megvan. És ugye ez volt a célunk is, hogy Velence legyen az a hely, ahol mindig történik valami. Hiszen nagyon régen eleve úgy rendezkedtek be sok család, a családi vállalkozás, hogy a turisztikában látták a lehetőséget. Hát van, aki szobákkal, van, aki büfével, van, aki étteremmel, van, aki kerékpárkölcsönzővel, és még sorolhatnám. És hát ugye nekik akkor megy jól a vállalkozás, ami minél több embert ide tudunk csalni. És ezek a rendezvények azért kellenek, mert azért nagyon ki vagyunk szolgáltatva az időjárás viszontagságainak, és ezeknek a minőségi rendezvényeknek köszönhetően én azt hiszem, hogy egy kicsit ezt is ki tudjuk védeni, és egyre inkább nyitjuk az ollót, hogy ne csak az a három hónap, a nyári három hónap legyen, ami Velencéről szól, vagy a velencei eseményekről. Én azt hiszem, hogy már nem egy évszakos település vagyunk itt a turisztika a programok között, és talán visszakerültünk Velenceként arra a helyre, ami megillet minket a turisztikai térképen. Hát mondjuk azért, hogyha belegondolunk, akkor még a nyár beköszönt előtt télen, tavasszal is
például a Velence Korzó azért az tömbe volt emberekkel, nagyon sokan jártak ki sétálni, voltak mindenféle programok, tehát mondhatjuk azt, hogy akkor egy kicsit már tényleg túléptek az árnyékukon, hogyha lehet így fogalmazni. Igen, 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 hát igyekszünk. Nagyon-nagyon nagy szerencsénk volt, hogy a hosszú idők után 5 hétig, vagy több mint 5 hétig be volt fagyva a tó, és nagyon sokan jöttek korizni, azért mégis más egy természetes jégen menni, mint a műjégen, bár avval is készültünk, és a korzón föl volt állítva egy viszonylag nagy sátor, ahol lehetett korcsolyázni, és igen, valóban a téli hétvégeken is tömbe volt a város. Ez nekünk nagyon jó, mert ezek az emberek viszik a hírünket, ezek elmesélik, ezek az emberek, hogy hol jártak, hogy érezték magukat, és hogy milyen élményben volt részük. Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb reklám, amit kaphatunk. Ugye vállalkozó volt, nyilván akkor is egy pörgős életmódhoz volt szokva, most ezt megfejelte egy polgármesterséggel. Mennyire szabad a határidő naplója, mikor fér be a családi program, vagy esetleg a hobbi? Igen, hát gondoltam, hogy nehéz lesz ez a feladat, azt nem gondoltam, hogy ennyire. Igazán emberpróbáló, teljesen felborult az eddigi életem. Én megélem a dolgokat, ott vagyok minden eseményen, és nem csak azért, mert mondjuk megnyitom, hanem utána ott is maradok, át is élem legtöbbször a családommal. Nehéz munka. Ugye egy vállalkozóként is az ember annyit keresett, amennyit dolgozott, és ezért az ember jó sokat tett, hogy minél jobb legyen a családjának, hiszen nekem is van 3 gyermekem. És itt ugyanez van. Tehát, hogy nagyon sokat kell dolgozni. Én azt mondtam, hogy a választási kampányomban, hogy szerintem 2 év kell, vagy lehet, hogy 3, de a 2 és 3 között valahol, amire igazán fel tudok nőni ehhez a feladathoz, és azok szavazzanak rám, akik ezt elfogadják, hogy nem lehet egyik napról a másikra annak lenni. A Teszeli Zoltán választókerületi elnök úr fogalmazott úgy, hogy Koszty András sem született, ahogy ő sem, polgármesternek. Tehát, hogy nem úgy hoztak ki a szülőszobáról, hogy egy polgármester, tehát bele kell ebbe a feladatba tanulni, és én azt mondtam akkor leszek igazán hiteles és jó polgármester, hogyha bárki megállít az utcán, és a feltett kérdésre fogok tudni többségében válaszolni. Nyilván mindenre nem lehet, de hát ezért vannak a megfelelő szakmai képességgel bíró kollégáim. Amikor erről a mai napról egyeztettünk, akkor ugye én azt jeleztem, hogy hozzon magával néhány dolgot. Miket hozott magával a stúdióban? Igen, tehát elhoztam, amivel kezdtünk, és erre nagyon büszke vagyok, és köszönöm a lakosságnak, hogy ennyien szavaztak rám. Az előbb voltam a Sasvári Csillánál, és ő mondta, hogy lehet, hogy az ide látogató turisták közül is sokan szavaztak rám, mert hogy tetszett nekik a környezet. Tehát elhoztam ezt a díjat, amit a Balatonfüreden kaptam. Ezen kívül hoztam egy naplót, amit már hosszú-hosszú évek óta vezetek. Nyilván nem ezt az egyet, van ebből jó néhány, ez most az aktuális. Hiszek a pozitív gondolkodásban. A feleségemnek nagyon sokat köszönhetek, és itt most nem csak ez a lejáratot mondat, hogy minden férfi mögött ott áll egy nő, aki segíti és támogatja. Ez nálunk ténylegesen így van. Én nagyon sokat köszönhetek neki, tehát ő az, aki, hogyha azt látja, hogy elszállok, akkor rendbe haz, ha azt látja, hogy csügedek, akkor vigasztad, vagy ha azt látja, hogy arra van szükségem, hogy erőt adjon, akkor erőt ad. Úgyhogy ez a pozitív napló, ez arról szól, hogy amikor lefekszem, vagy mielőtt lefekszem, akkor beírok 5-6 olyan dolgot, ami aznap pozitív dolog volt az életemben, és ez lehet az is, hogy valakit megsegítettem, lehet az is, hogy valaki engem megsegített, vagy pozitív van át hozzám, és ezeket tehát úgy alszok el, hogy a pozitív gondolatok járnak a fejemben. Én hiszek abban, hogy ha pozitívan állunk a dolgokhoz, akkor pozitív dolgok is fognak megtalálni, és azt gondolom, hogy egy 6-7 éve már ez szerint élem az életemet, és azt mondhatom mindenkinek, hogy ez működik. Illetve hoztam egy harmadik dolgot, nagyon régóta, talán mondhatom, hogy ilyen fiatal felnőtt korom óta
gyűjtöm a régi pénzeket, érméket, különböző régiségeket, és elhoztam egy 1947-es Kossuth 5 forintost, egyet kiemelve egy ilyen érmét ugye a gyűjteményből. Mára már a fiam is besegít ebbe a gyűjtésbe. Ő mondjuk egy kicsit más irányt képvisel, mert ő meg szeretné emellé összegyűjteni azokat a pénzeket, amik ma vannak a világban, illetve abból a lehető legtöbbet. Ugye ennek a Kossuth 5 forintosnak az a sztoria, hogy állítólag 50%-os ezüst tartalma van, és ezért a piaci értéke jóval nagyobb, mint mondjuk a 48-as kiadású Kossuth 5 forintosnak, és a gyűjtők jelentős részének ez megvan, így nyilván megvan nekem is. Úgyhogy ezt a három dolgot hoztam el, hogy egy kicsit megmutassak magamból valamit. Hogyha már a személyénél tartunk, illetve egy kicsit a bemutatásnál, akkor hogyha Velencére megyek én sétálni, akkor mit érdemes felkeresnem? Van kedvenc helyemnek Velencén? Természetesen van. Ez a könyvtár. Tehát, hogy szerintem Velencén a legszebb épület ez. Van is egy olyan fajta törekvés a városvezetésnek, hogy adtunk is be pályázatot arra, hogy ezt fel tudjuk újítani, illetve e köré szeretnénk igazándiból egy városközpontot felépíteni. Az a célunk, hogy a könyvtár mellett lévő futballpályát kitegyük a város szélére, a legtöbb településen erre van példa, és adtunk is be az MLS-hez erre vonatkozó pályázatot. És akkor azon a zöld területen, ami a Weichheim kastély körül van, a köré pedig egy városközpontot, egy családi parkot, egy felnőtt játszóteret, tehát hogy egy olyan igazi központi helyet szeretnénk kialakítani, hogy ez a korzóval szembe van, tehát tovább növelve ezt a városközpont jelleget. Nekem ez a kedvenc helyem, és aki Velencére jön, annak mindenképpen javaslom, hogy ezt nézze meg. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásokat, és hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, fehérvári beszélgetésekkel természetesen holnap is számítunk Önökre, itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!